Az idén nyáron a megszokottnál sokkal körültekintőbben választottak utat a nyaralók. Nyaralási kedv volt, de a korábbi úti célok megváltoztak. Törökországot, Egyiptomot, Tunéziát kockázatosnak tartották, inkább a horvát, görög és spanyol tengerpartra szólt több foglalás. Az ágazatban az elmúlt 5 évben a bevételek növekedésnek indultak, de idén volt egy nagyobb visszaesés, mondta el 35 perc című műsorunkban az utazás szervező. Már majdnem minden nagy túroperátor meghozta az évi statisztikát az iránt, abban a tekintetben, hogy a nyár az hogy alakult, mert azért reméljük még ezen egy kicsit a tél fog javítani. De azért azt lehet mondani, hogy átlagosan egy 30% sajnos az jelen van a piacon. Ugye ez adódik abból is, hogy azok az úti célok, mint ugye egy Tunézia, egy Törökország, Egyiptom, ami azért azt lehet mondani, hogy árérték arányban alacsony számít a piacon, mert ugye sok kis gyerekes családok is választották ezeket a desztinációkat. Ők ugye most nem utaztak, és nem tartották ezt elsőleges úti célnak, hanem helyette vagy belföldet választották, vagy esetleg inkább csak a környéke, mondjuk egy horvátországi autós nyaralásra mentek el. A szakember elmondta, a célországok politikai és biztonsági stabilitása, az utazási irodák netes foglalási lehetőségeinek kiszélesítése és a hazai lakossági fizetőképesség fogja befolyásolni a szektor eredményességét a jövőben. Itthon a belföldi turisztikai forgalmat a szép kártya húzta felfelé, és fogja is húzni egész év végéig. A családok 1 hétre 10 napra és hosszú hétvégékre utaztak el, és használták a szép kártyát, ami hajtó ereje a hazai turizmusnak. Évvégéig olyan 7-10% körüli növekedésre számíthatunk. Azt mindenképpen látjuk, hogy a hazai szállodák esetében a belföldi forgalomnak 22-25%-át a vendégek szépkártyával fizetik. Tehát jelentős piacbővítő eszköz, és azon kívül magának a szépkártyának a léte, a reklámja, az tovább ösztönzi a lakosságot pihenésre, nyaralásra. A szép kártya jó kafetéria elem a családoknak, az év végéig 90 milliárd forintos rekordot is meghaladhatja a kártyákra töltött összeg. Több mint 1,5 millió kártya tulajdonos van. A legnagyobb összeget szállásra költik, de éttermekben is mindennapos a használata. Itthon már az interneten is fizetni lehet a pihenőkártyával.